Szaporodnak a magyar klubkézilabdában a külföldi edzők, ezzel együtt háttérbe szorulnak értelemszerűen az idősebb generáció nagy nevei, de van olyan köztük, aki évek óta passzióból másodosztályú férfi gárdák feljuttatásán fáradozik, pedig volt már régebben férfi és női szövetségkapitány is, sőt szerzett VB ezüstérmet trénerként, ám Csík Jánosnak nem derogál a hátország sem, ezért a Gyöngyös és a Vác NB1-be vezetése után most Egerben dolgozik a nagy öreg, ezen a feladaton ime. Hogy hol keressük azt a korábbi kézilabda szövetségi kapitányt, aki a nőket és a férfiakat is irányította? Aki a női válogatott élén világbajnoki ezüstérmet nyert 1982-ben? A válasz Egerben. Pontosabban. Jó lett volna, az elképzelése nem volt baj. Ő Csík János, az elmúlt évtizedek egyik legkiemelkedőbb tudású kézilabda edzője, aki most a másodosztályban szereplő egrieket irányítja. A mester 2012-ben már dolgozott itt szakmai tanácsadóként, de fél év után távozott. Pár hónap múlva azonban visszatért, hogy befejezze azt a munkát, amit elkezdett. Én azért jöttem ide, hogy ezt a csapatot, úgy mondták a vezetők, hogy a kézilabda térképére vigyük föl. Én szerintem fönt van ez a csapat, ezzel már számolni kell, ennek van egy stílusa, van egy tudása. Ez is Csík János az első osztályba vezetheti a csapatot, amivel teljesülne az egri álom. A vezetőedző egyébként is mestere a feljutásnak. Igen, hát már egy párszor az NB1-ből felmentünk különböző csapatokkal, ez is egy kis ilyen, de ez már csak ilyen sajátos célom, hogy hát ha ezzel a csapattal is meg tudjuk csinálni. Hiszen a Hort, a Gyöngyös és a Vác együttesét már sikerült az élvonalba juttatnia. És ugyan hiába három a magyar igazság, van egy ráadás is, ami most az Eger lehet. Nézd meg, bárki, dobd el a kapus mellett, nem lehet rávágni. Játszottunk elsőszerű csapatokkal ilyen tornán, és felvettük velük a versenyt. Tehát én azt gondolom, nem vagyunk messzire az élvonaltól, és ez egy elég jó fiatal társaság, ambícióval, tehát én képesnek tartom. Vannak fiatal, kevésbé tapasztalt játékosaink, de azok tanulják a kézilabdát, és én azt szeretném, ha minél többen ebből a csapatból kerülnének oda az elsőszerű csapatba, és úgy állnák meg a helyüket. Az egriek a Balmazújvárossal vívnak hatalmas küzdelmet az NB1B bajnoki címért és az ezzel járó feljutásért. A célok elérésért pedig napi két edzésen vesznek részt a játékosok. Janibával együtt dolgozni nagyon jó, bár úgysem mondanám meg rövid lett, de szerintem meg lehet őt is kérdezni. Nagyon szereti a csapat, meg nagyon szeretjük mi is, tehát meg én is. Mindenki szeretne feljutni NB1-be, és a magában ezt a motivációt mindenki másképp éli meg. Tehát ki fiatal, ő még nem játszott ugye MKB Veszprém ellen, vagy a Szeged ellen, azért szeretne, valaki újra bizonyítani szeretne, valaki meg vissza szeretne menni. Szeretem tanítani a kézlabdát, ezeket a fiúkat is tanítom, de hogyha még az edzésébe gondolok, akkor elsősorban ez az a kézlabda tanítása. Annyi örömöm volt benne, meg annyi ilyen jót kaptam tőle, és én meg szeretem is csinálni, akkor ha én tudom, akkor ezt még biztos fogom csinálni. Az edző naponta ingázik Budapest és Eger között, így tett korábbi csapatainál is, a szokás pedig nagyúr, emellett ugyanis mindig átadta a helyét a feljutás után másnak. Egy esetleges egri sikerrel talán most majd marad a helyén. Én úgy érzem, hogy ugyanannyi az ambícióm, mint amikor elkezdtem. Ez meghatározza, hogyha, tehát nincsen olyan bennem, hogy ezt én unom, vagy nem szeretem, ameddig az erőm bírja, miért ne edzősködni. De hozzáteszem, hogyha nem edzősködöm, akkor is van mit csinálnom, mert kertes házban lakom, kertészkedek, meg egy csomó olyan, amivel kitöltöm az életemet.